Tisztelettel köszöntöm a Frankó TV nézőit, Détokernőt hallják, a Felvidéki Magyar Sportcsatorna ezúttal Bősre látogat, és Bősre ezt külön ki kell hangsúlyozni, hiszen néhány perccel ezelőtt Fenes Iván polgármester, Bősváros polgármestere, Mészáros Árpád alpolgármester, a helyi fociklub elnöke, valamint Benovics Árpád, a Nyugat-Szlovákiai Területi Szövetség alelnöke és a Dunaszerdahelyi Járási Szövetség elnöke ünnepélyesen átvágták a szalagot a Bősi Parkerdei Stadionban és a teljesen felújított gyepszőnyegen, amely tükör sima, mint egy biliárdasztal, és hát természetesen öntözőberendezéssel is ellátott. 5 hónap után ismét tehát Bősön, egy verőfényes vasárnap délután, 8-assal Németh Zsolt csapatkapitány kollégája, Denis Hamar, a verebélyi Juventus, olyan zebrás szerelésben érkeztek a vendégek, egyébként az élvonalbeli aranyos marót tartalékcsapata, a Vion B verebély, a 7. helyen áll, 5 győzelem, 1 döntetlen és 4 vereség, 18-14-es gólarány, 16 pont. Itt fogadkoznak a srácok, a bősiek, akik ugye visszatérnek a saját stadionjukba. Eddig Nyékvárkonyban vendégeskedtek. És hát a tabellán a 3. helyen áll Johancsik Patrik legénysége. 6 győzelem, 2 döntetlen és 2 vereség. 19-7-es gólarány és 20 pont. Megújult egyébként az eredményjelző is. Itt a két kapust láthattuk, Pihnyát és Ollári Zsombort. Nézzük a vendégek összeállítását. Krisztián Macsko edző a következőket küldi pályára. Amolyan Juventusos zebra szerelésben, 1-es alakapuban Pihnya, 3-as Gersi, 4-es Hambálek, 6-os Balán, 7-es Grácz, 9-es Balko, 10-es Zrubec, 16-os Belemen, 17-es Hamar, 18-as Kovács és 11-es Csajkovics, a cserepadon 2-essel Kain, 5-össel Családi, 8-assal Csurgali, 15-össel Domasta és 19-essel Szászik. Johancsik Patrik a következő 11-ben bízik, hogy a pályaavató sikeresen az ő nevükhöz fűződik majd, és itthon tartják a 3 pontot a kapuban 1-essel Ollári Zsombor, védelem jobbról 13-as Nagy Máté, 17-es Vég Dominik, 15-ös Bertalan Viktor, 4-es Molnár Jakab. Nézzük az első akciót. Németh Zsolt lövését fogta könnyedén Pihnya. Nos, a középpársor jobbról Méri Tamás 7-essel, 23-assal László János, 10-essel Zsigmond Kevin, 8-assal a kapitán Németh Zsolt, és a két előretolt csatár, 9-essel Tóth László és 23-assal Prágai György. A cserepadon 33-assal Ivan Micsics, 21-essel Olik János, 14-essel a szerb Krisztián Mocsics, 22-essel Paulik Szabolcs, 20-assal Tóth Attila és 69-essel a cserekapus Jakub Bubák. Zrubec adta vissza Gersi. Zrubec. Hamar. Hambálek. Gersi. Öröm nézni, és gondolom még inkább öröm játszani ezen a megújított gyepszőnyegen. Egyébként verőfényes napsütés, a vénasszonyok nyere 22-23 fok, szélcsend, már-már nyárias idő, közben egy támadó szabálytalanság hamar követi el Németh Zsolttal szemben.
Molnár Jakab hagyja inkább Zsombornak, ívelje fel ő. Zsigmond nem tudta továbbítani, Prágait gyötörte meg ott Gersi. László határozottan, Zsigmond bokából tovább méri, talp alatt elcsúszik, de még mindig mérinél. Jön a beadás, és berobbant ott Prágai, de jött Pihnya is. És mivel ápolni kell a Bőssy játékost, ezért a verebélyi kapusportszerűen kirúgta, Zsigmond Kevin rosszul esett a karját, fájlalja, nem egy fehérlő specialista, a Bőssy gólvágó és karmester, aki két hetet kihagyott betegség miatt. Visszaadja sportszerűen Németh Zsolt. 4 perc telik el lassan. Bős verebély 0-0. Hambálek. Zrubec jött vissza, a karmester. Ivan Zrubec. László. Nagy Máté. Csajkovics támadja. Nem a legjobban adja haza, Nagy Máté. Szerencsére Vég Dominik még időben eszmél, és valójában Grác a lábáról pattant oda Ollári kezébe. László. Remek indítás, Nagy Máté. Finoman tovább méri, Hambálek keresztezett. Nagy Máté. Vég Dominiknak kellett kényszer megoldást alkalmaznia. Molnár Jakabon tovább, perdül a labda, Zrubec, Csajkovics, Grác sarkalná vissza, nem jó Zrubecnek, Molnár, Prágai, Tóth Lacit megelőzi Hambálek, és Molnár engedi hátra, aztán Vég Dominik kéri el, Nagy Máté üresen. László okosan kiemeli Molnárhoz, sarokkal tovább finoman Zsigmond, mesteri passz, aztán még egy, méri, elcsúszik nagy igyekezetében, szerencsére Nagy Máté még összeszedi, a beadás azonban leginkább a verebélyi portásnak volt jó. Első Kevin villanás, egy sarkazás, majd egy mesteri indítás a jobb oldalra. Bertalan. Prágai. Zsigmond és Tóth. Várta volna, de Prágai fölöslegesen emelte föl. Vég. László. Nagy Máté. Mérit megelőzi. Balko. Balhalf. Tisztázott. Nagy dobhat. László. Ügyesen tovább. Nagy. Megbotlott egy pillanatra, ahogy sprintelni kezdett László Jani. Szerencsére Csajkovicsig nem jut el a labda. Belemen és Grác. Zavaró repülésben. Csajkovics húzódott most vissza, aki eredetileg erőre tolték. Zsigmond. Molnár.
gyönyörű keresztlabda. Nagy Mátét rendre meg lehet találni itt a jobb oldalon. Ez a bicikli csel is jó, még egy csel Nagy Máté, lőhetne is akár László. Vissza Nagyhoz. László. Molnár. Zsigmond. Vég. László. És ez egy pici buka kocogtatás volt. Zrubeca tettes. Prágai kapott egyet. Az Achilleszére szerencsére nem volt súlyos az eset. És ezt valószínűleg Zsigmond rák pörköli. Bár 30 méter legalább a távolság. Ettől függetlenül még egy méterre hátrébb teszi. A játékvezető. Zsigmond kevén két tagú, csak a sorfal 30 méter. Előtt már innen. Zsigmond gólt, Zsigmond! Megpattant szöglet. Balán. Vállán pattant meg egész pontosan. Zsigmond Kevin. Időnként kapura csavarja szögleteket. Na nézzük az első igazán jó szöglet. Tóth Lacit keresi a túloldalon és meg is találta. Bizony meg is köszöni Tóth Laci. Ez egy begyakorolt figura volt. Hambálek testéről vágódott vissza. Tizedik perc. Egyelőre gólhelyzet még nem volt. Most egy hosszú bedobás. Molnártól megcsúsztatja Tóth. Zsigmondhoz nem jut el. Zrubec várja ki, de Grácnak hosszú. Német dobhat. Prágai. Molnár. Tóth Lacit nem találja meg a felévelé, Zrubec gyűjti be, és Grácz elengedi, mert beleért Zsigmond. Dobhatnak a verebélyek. Hamar, a felívelése nem jó, Balan, csak Tótik fejelés, elcsúszik Zsigmond. A meccs előtt egyébként fellocsolták a pályát. Lehet, hogy ezt néhány játékos nem igazán csípi. Itt pedig Grácz talpalta le. Prágai érkezett vissza oda a bal hátvéd helyére védekezni. Molnár Jaki. Tóth felé a felívelés, Balán előnyösebb helyzetben, Grácz veszi le, és kapná vissza, jön Ollári, de aztán megáll, így Vég Dominiknak kell végül is kitessékelni a bőrt oldalra, jöhetnek a verebélyek. Balko. Illetve Balan. Belemen. Visszakapja a fiatal alkotó középpályás. Balkot keresné a túloldalon, meg is találja. Ez szép ez a csel, még mindig jó, ott a sarkazás. És Vég Dominik. És majd meg eszik a bírót a vendégek, mert szerintük Vég Dominik, ahogy szerelt, a lábbal együtt tisztázott, Belemen és Balko nem győzik meg egyelőre a fiatal bírót, nincs 11-es, még ha nagyon is szeretnék, a verebélyi zebrák,
tisztán elvitte a labdát egyébként végig Dominik, az más kérdés, hogy nagyot esett ott a csatár, Kovács, de nem bántották. Gesi. Visszaadja sportszerűen, Molnár. Vég. Nagy. Kénytelen visszafele cselezni, és majdnem nehéz helyzetbe hozza Vég Dominikot, de van olyan rutinos, hogy a bősi sepölgető azonnal fölévelte. Gersi jön a jobb oldalon. Prágai vele szemben. Ez Rubec. Balko elől tisztáz, Nagy Máté méri. Belemennel szemben. Nem jön be a csel, dobhatnak a vendégek. Hambálek. Belemen. László határozottan közbelép, azonban Zsigmond Kevint nem találja meg. Balko. Balan. Hambálek. Gersi valamennyi védő hozzáér. Ez pedig már Grácot kereste volna ez a felévelés, Molnár Jakab őrködött. És megint gondban a bősi védelem, itt már lenullázzák, és ez egy öngól. Csajkovics elől szeretne tisztázni Molnár Jakab. Egy ártalmatlannak tűnő szituáció, bizonytalankodik a bősi védelem, Grác csap le a labdára. És Molnár Jakab nagy igyekezetében Csajkovics elől a tehetetlen Ollári mellett öngóllal vezetnek a vendégek a 15. percben. Bős verebély 0-1. Hát ez nem kellett. Lehet, hogy fölrázza a picit álmos bősieket. Elképzelhető, hogy még szokni kell az új pályát. Mintha egy picit görcsösen, nem annyira élesen játszanának Zsigmondék. Vezet a vendégcsapat. Gyakorlatilag helyzet nélküli első negyed óra lezárásaként. Nagy, nem bántotta Grác, Balko szereli, mérit. Dobhatnak a vendégek. Mélyről ment ki. Balko. Belemen hiába kéri, nem ő kapja. Most talán mégis aztán kivezeti. Nagy Máté már a bedobással. Méri ketten is őrzik. Tóth. Méri. Visszakapja Tóth Laci, és most egy csellel akár be is kerülhet a 16-osba. Hambálekem teszi meg azt a szívességet, mint Molnár Jakab, hogy nagy igyekezetével öngóllal egyenlít. De hát ez nem is volt annyira kényszerhelyzet, mint a bősiek négyesénél, aki igyekezett menteni, és bal szerencsésen nyúlt a labdához. Most pedig Csajkovics volt szabálytalan, Nagy Máté sántikál, de helyre jön. Zsigmond Kevin. Valószínűleg mentek Bertalanék is fejelni, tehát ezt Kevin kapu elé fogja tekerni. És jól is jött, bizony Bertalan Viktor elől, Prága is ott volt. Nem sikerült László Janinak átpasszírozni Tóth Laci felé. Csajkovics. Grác keresztlabdájából túlságosan erős. Méri dobott. Pontatlanul nem jó. Tóth Lacinak, Nagy Máté. Bertalan.
Tóth, az Rubetszal egy fejpárbaj, a Zsigmond Kevin hiába vetődött be, Németh Zsolt megijeszti Grácot, becsapta, Molnár, és ez pedig már szabálytalan, Prágaival szemben Gersi, Német, László, Nagy, Méri, kioszt egy kötényt, de nem sokra megy vele, mert Csajkovics visszaszerzi, aztán László, ügyesen lódult volna meg, Hambálek szerelte. Tizenkilencedik perc, Bős, Verebei 0-1. Zsigmond Kevin második szöglete, az első Tóth Laci próbálta meg befejelni a hosszú oldalon. Nézzük most, mit teszel ki Kevin. Kapura küldi a rövidnél! Pihnya boxolt, nem tudta fogni. Prágai vissza Zsigmondhoz. Zsigmond, Tóth Laci felé, és volt is ott hely fejelni. Prágai fejelt. Tóthon túlszállt a labda, marad a 0-1. Német. László. Nagy kérjel, meg is kapja. Méri, szabad terület előtte. Méri, még utoléri. Ez a csel jó, még ez is. Méri, és aztán sem beadás, sem lövés. Megcsinálja a nehezét Méri Tomi. A végét elrontja sajnos, ebben benne volt az egyenlítés lehetősége. Prágai és Tóth Laci kérték volna középütt. Méri két cselet követően élesen csak keresztbe lőtte. Olyannyira, hogy bedobás lett belőle. Csajkovics elől szerel László. Két ember közé beviszi, és ki is harcolja. Nagy, László kapja vissza. Molnár, Német, Prágai, Belemen szereli, Molnár, vég. László sokat dolgozik, a védekező középpályás Zsigmond veszti el, aztán visszaszerzi, és egy nagyszerű indítás Zsigmond, de hát ott volt Hambálek, és hazafejelte. Németet kereste volna egyébként a bal szélen Kevin, 22. perc már. Egy öngóllal vezet a vendégcsapat, Belemen Grácnak nem jó. Prágai, Ollári, Molnár, Zsigmond, Tóth, Zsigmond, Nagy Máté lopakodik föl a jobb oldalon, telibe találja, Balant, dobhatnak a bősiek. A László hiába kérte, Méri választott, Méri takarja ki a labdát, még mindig ő, Zsigmond elől kivágja Belemen. Vég Dominik hiába fejeli haza, lemaradott, ha jól láttam Kovács, Tóttal ütközött. Verebélyi szabadrúgás helyett játékvezetői labda, mert nem bántotta senki Kovácsot. László, Nagy.
megint László Jani, Molnár, Németnek nem jó, Gersi szereli, Bertalan, és itt pedig már meghúzta a vészféket Viktor. Az Rubec kellemetlenkedett ott a jobb oldalon, még jobbnak látta a beállós, hogyha megállítja még ideje korán ezt a vendégtámadást, szabadrúgás. Az aranyos maróti tartalék csapatnak. Ez Rubec. Vele szemben csak Németh Zsolt. Ez Rubec. Hambálek jött föl fejelni. Fejelt is, ha már arra járt a kapitány. De hát ez nem nagyon hozta lázba Zsombort. Ollári már ki is dobta. László. Azonnal indítaná Tóth Lacit, ki meg is nyeri a párbajt, de Zsigmond elől Hambálek tisztáz. Gersi, nagyon jól jött ott Prágai. Nem is Németh Zsolt volt, az Németh Zsolt, gyönyörű labda középre. És ebben bizony ott volt az egyenlítés lehetősége. Németh Zsolt megvillantotta a bal lábát, ügyes labdaszerzés. Hajszál pontos beadás, Tóth Laci fejelt mellé, egyenlíthetett volna a Bős a 25. percben. Marad a vendégvezetés. Bertalant lefejeli, Zrubec, de hát ez senkinek nem jó a csíkos mezesek közül. Ollári. Vég. Bertalan. Nagyszerű indítás Prágainak. Szerintem Zrubec könyökkel elütötte. Prágai Gyuri már fölpattant. Tóth mellett tovább. Gersi. Csajkovics és belemen. Csajkovics. Még mindig Csajkovics. És Bertalan blokkolja a lövését. Molnár nem a legjobban találja el, Gersi veszi le. Balan. Hambálek vissza, egészen Pihnyáig. Zsigmond Kevin kis hiánylabdát csen, még fel tudja ívelni mellette a kapus, ez Csajkovics, Grácz! És ez szöglet lesz, igen. Molnár tisztázott. A harmadik vendégszöglet, 26. perc. Továbbra is 1-0-ás vendégvezetés némi meglepetésre. Egyelőre nem úgy alakul a pálya alatt, ahogy szeretnék a bősiek. Zrubec. Belemen felé, Molnár fejeli ki, Balko, László mellett tovább, még a beadás is jó, és ott a nagy helyzet, hát köszönjük szépen, Belemen hagyja ki, Zsombort lehet dicsérni, óriási helyzetet hagynak ki a verebélyek, már 2-0-ra is vezethetnének. Ollári bravúrja, de hát ez Zrubecnek illet volna belőni. Ilyen, nézzük a bősi támadást. Eddig jó. És egy nagy lövés. Jól csinálta ez bizony. Méri. Ha már arra járt a bal oldalon. Váratlanul feltűnt. És 20-ról rápörkölte rendesen a rövid alsó sarok mellett, hogy 20 centivel suhant el. Pihnya kirúgással. Grácz és Csajkovics. Grácz elől Molnár. Tisztáz. Prágai nem tudja levenni, illetve leveszi az ellenfélnek. Szerencsére Nagy Máté
Csajkovicsot nem engedte a labdához férni. Balko. Zrubec. Balko emeli be a sűrűbe. Kovács. Bertalan szerelte, de csak ideiglenesen. Lászlónak kell küzdeni a labdáért. Nem tud kiharcolni egy bedobást. Csajkovicsé a labda. Balko. Kényelmesen felgyalogol egy bedobásra a bal hátvéd. Zrubec. Röviden kapja vissza Balko. Nem is tud vele mit kezdeni. Ollári azért odaér, nehogy kiguruljon a labda. Jobb a folyamatos játék. Molnár. Mérinek hosszú. Gersi adja haza. Pihnya. Éppen csak el tudja emelni Méri feje mellett. Aztán egy szép esernyőcs el Gersitől. Bertala mellett is tovább, de ez már nem jó. Zsigmond. Prágai. Méri. Tóth Laci megy a jobb oldalon. László kapja, és nem tudja átvenni. Már lövésre lendítette volna a lábát László Janika. Csak hát először meg kellett volna szelédíteni ezt a frányalasztit. Molnár. Prágai. Ez jó, Tóth veszi át. És ott a kifutó kapus fölött átzuhan. Vősi játékos, de nem bántották. Csak a lendület vitte. Letelik az első fél óra. Molnár Jakab öngóljával vezetnek a vendégek 1-0-ra. Horváth Zoli gyúró oda megy azért, pont mire besprintelt a hazai masszőr a díra. Talpon már Tóth Laci, hát ez a jobbik eset. Most egy pillanatra 10 emberrel, ugyanis Horváth Zoli még ápolja az alapvonalon túl Tóth Lacit, a hazai csapat asszisztense egyébként Ivancsik Patriknak Tóth Laci. Hambálek. Belemen. Ügyes lyukra futtatás, Grácz. Még ez a szerencse, hogy az asszisztens jelest jelzett. Hát nem vagyunk egy vonalban, de higgyünk neki, mert minden esetre ez ügyes volt, és a Bősi védelem megint nem igazán volt a célos. Molnár. Tóth Lacinak hosszú, Méri sem tudja megszelídíteni, Prágai, neki sem sikerül, Hambálek, most visszaszerzi Prágai, és azonnal indít. Ez pedig lökés, szabadrúgás lesz. Hambálek volt a tettes, aztán fölsegíti a kárvallottat. Jöhet Zsigmond Kevin egy szabadrúgásra. Márjon is. Közel a sorfal mutatja. Nagy Máté volt ott, most jön csak Zsigmond Kevin. Na nézzük, elég közel állnak ott. Illetve Balko egyedül, ettől függetlenül Zsigmond jól adta be, sajnos nem tudta megcsúsztatni sem Tóth Laci, sem a felfutó Bertalan Viktor, így Pihnya könnyedén lekapta a levegőből. Hambálek vissza a kapusnak. Balko kioszt egy kötényt. Jó a kényszerítő, vissza. Azonban Zsigmond Kevin szerel, és ez bizony már így helyzet. Tóth Laci aztán kivágja másodszorra Balan,
negyedikből is szöglet jön. Természetesen Zsigmond Kevin megy oda. Eddig egyszer Tóth Lacit kereste a hosszú oldalon, kétszer pedig kapura csavarta. Na nézzük most mi jön. Bertalan is ott van természetesen, a fejelő ember. És őt is kereste volna, aztán átszáll a feje fölött. Végül is Tóth Laci bólintott, de már elég kitekerődve a levegőből, nem tudta kapu felé irányítani. Verebély kirúgás, pihnya. Gersin átszáll, Zrubec pedig nem tudja lekezelni, német dobhat. Prágai mellett tovább teszi Zrubec, belemen. Ollózva szerel László Jani, és ráadásul még indíti Zsigmond. Egyből tovább, Nagy Máté még mindig. Illetve Prágai volt az, bocsánat, Prágai Gyuri. Igen, Nagy Máté most nem futott föl, mert pillanatra megzavart, mert általában ő szokott ott ólálkodni, mint jobb back. Prágai Gyuri egy igazítás után ballal, nem túl egészséges lövéssel kínálta meg pihnya kapust. Zsigmond tovább ügyesen, megint ő. Tóth, ez kéz, akár sárga is lehetne, mert itt szándékos volt ám Balko kezezése. Megkönnyörül rajta a bíró, Zsigmond Kevin méregetheti a kaput. Valószínűleg ezt rápörköli a bősi gólzsák. Hárman állnak a sorfalba, belemen az Rubec és Csajkovic. Na, nézzük Zsigmondot. Valószínűleg a rövid felsőt fogja célozni, mert kínálja magát, így is van! És ez befért volna, pihnya bravúrja. Marad a 0-1. Zsigmond újra villantott egyet a bal lábából, de hát ennél még jobban is tud ülőni, és remélhetőleg még fog is ezen a meccsen, mert egyelőre szükség lenne egy Zsigmond találatra, vagy hát bárki lőjön, de szükség van rá, mert ugye egy gólos hátrányban a bős. Zsigmond a hatodik szöglet, csak boxolni tudja. És Méri! Remekül rápörkölte ezt Méri. Bizony meglepte talán még saját magát is. Martal egy pici külső is volt benne, és a bal felső sarkot talán 30-40 cm-re tévesztette el. Pihnya azért rajta volt. 36. perc, marad az egygólos vendégvezetés. Pihnya egész egyszerűen kiemeli, Csajkovics nem is érti, mit akart vele a kapus, nagy. Prágai nem tudja megcsúsztatni, Bertalan mellett tovább, Zsigmond azonnal, és éppen csak le tudja kapcsolni az akciót. Hambárek, Méri már robogott a bal oldalon. Zsigmond azonnal észrevette. Bertalan. Zsigmond. Remek labda. Ott van Méri zicserben. Hát ezt illet volna góra váltani. Nagyszerű indítás Zsigmondtól. Két ember között. Nem tudta kilőni a hosszú sarkot. Méri telibe találja a kapust, aki reflexből beleüt. Marad a 0-1. De legalább már elkezdett focizni. Zsigmond vezetésével a bős. Megint a játékmester. Vég. Molnár. Német.
már, Méri, ügyes sarkazás, Németh Zsolt, még ez is jónak tűnik, Prága jelöl vágja ki Hambálek, Zrubec, Belemen, ügyes indítás, és ez nem volt Les, Csajkovics lépett volna ki a Les határon, Ollári jókor lépett közbe, és jött ki a kapujából. Zsigmond, hó, egy kis csepp, parádé, aztán egy indítás, és László jön is megpróbálta, jó 23-24 méterről, a rövid alsó sarok mellett zúgott el. Ez a kísérlet is marad az 1-0-ás vendégvezetés. Német, Molnár és Német őrködik ott a bal oldalon, mármint a Bőssy védelem bal oldalán. Grácz és Gersi próbál alkalmatlankodni a Bőssy kispad előtt. Gersi, Grácz csúsztatná meg, Bertalan, Tóth, szerintem hátulról elkasszálták. Zsigmond lehelet finom passz ballal külsővel Prágainak. Prágai belebotlik Hambálek, és pihnya vetődik ki Tóth elé. A lecsorgó labda nem a Bőssy 9-es előtt állt meg a füvön. A verebélyi kapusnak egy picit szerencséje is volt most. Molnár, Bertalan, Zsigmond egyből. Tóth Laci lökött a levegőben, vagy lesen volt, minden esetre a verebély szabadrúgás lesz, 5 perc van hátra az első fél időből. Molnár Jakab szerencsétlen öngólja, az egyetlen találat. Csajkovics, Nagy Máté gondban, Csajkovics. És Nagy Máté ezt jól oldotta meg, kitessékelte a verebély 11-est az oldalvonalon túlra. Nagy Máté, és ezt most már észreveszi a bíró is, Tóth Lacit rántotta le Hambálek. Zsigmond, Prágai, Tóthnak nem jó, Hambálek fejeli ki. Bőssy dobás jön. Nagy Máté, Prágai, jól tartja meg két ember között. És vissza, ügyesen vissza, Nagy Máté, Hambálek, ez foci volt. Tóth már robbant be. Prágai és Nagy Máté szépen járatták meg a labdát. Már rutinos söprögető, 33 éves Hambálek észlelte a szándékot. A 7. Bőssy szöglet, Zsigmond Kevin. Megint a rövid sarokra, nem, most a hosszúra, és Tóth elősz, pihnya tenyereli oldalra. Aztán Tóth Laci bokájáról perdül ki, vendégdobás Gersi. Visszarendelő játékvezető, jó 10 méterrel előrébb szerette volna elvégezni a jobbek. Zrubec, csak Bertalanig emeli. Közbelép azonban Belemen, Németh. László. Rámeli véghez, Nagy Máté üres, Prágai, Tóth, és már kapásból, fél fordulatból próbált Tóth Laci kapura fordulni, megint Prágai, ez pedig Hambálek,
a 8. bősi szöglet lesz. Hiába fölényben a vendéglátók egyenlőre 1-0-ás hátrányban a Johancsik legénység Zsigmond. Bertalan nem fért a labdához, Pichnya öklöz, Prága emeli vissza Tóth, és ez pedig 11-es, igen, hát leütötte a kapus egész egyszerűen. Ez bizony 11-es. Visszaemeli a labdát a tűzbe Prágai, és a kapus nagy igyekezetében letaglózza Molnár Jakabot. Bejön Horváth Zoli, Gyúró is, még mindig szédelek szegény bősi. Prágai Gyuri is vigasztalja. Jaki azért föláll, bár egy picit még tántorog, de remélhetőleg Molnár Jakab meggyógyul. Gyógyír lehet a fájdalmaira, ha Zsigmond belövi a 11-est, és kiegyenlít egy perccel az első félidő vége előtt. Na gyerünk, Kevin! Az a bizonyos balláb. Nézzük, Zsigmond, egy lépés, és aztán hiába ér hozzá Pichnya. Hajszál pontos, és kellően erős is a lövés. Kapufa tövéhez, Zsigmond Kevin egyenlít. Ki más a 45. percben. Bős verebély 1-1. Valószínűleg kint a barátnőnek, Kevin, vagy a családnak, hiszen itt van a apuka is, az egykori kiváló játékos, ma a nagy magyar edzője, Zsigmond Attila, aki jó hangulatban jött a meccsre, hiszen csapata 1-0-ra nyert egy bajnokin, és közben, ahogy dühében kirúgja Pichnya, telibe találja a bírót. Szerencsére talpon a játékvezető, pillanatra ő is megszédült, mint Molnár Jakab. De Jaki azért nagyobbat kapott, aki most már visszakocog Molnár Jaki, tehát meggyógyult, ez jó hír. 1-1 tehát. És letelt az első félidő. Lehet, hogy egy perc hosszabbítás még lesz. Már van is, nem hogy lesz, hiszen jó fél perc. Mára ráadás, Német a bedobással. Gersi. Pichnya. Most közlik, hogy 2 perc a ráadás, most mutatta fel a 4. bíró. Tehát még 1 perc az első fél időhöz. Német. Tóth és Prágai között kibújik Gersi és kivágja. Molnár. Prágait próbálta meg azonnal indítani Jakab. Méri mellett tovább, Gersi föléveli, belement, csúsztat, de Molnár Jakab tisztáz, és ebben a pillanatban lefújja az első félidőt a játékvezető. Bős verebély 1-1, Molnár Jakab öngóljával szereztek vezetést a 15. percben a vendégek, majd a 45. percben a kapus letaglózó szabálytalansága, ami Molnár Jakabot sújtotta. Ebből megítélt egy jogos 11-est a bíró, amit Zsigmond Kevin biztos pallábbal értékesített egy az első félidő után. Bős, verebély, vionaranyos marót B.
Egy.